És ugye a lemondás, vagy a kiléptetés, vagy a kilépés azóta meg is történt. Jó estét kívánok, Simon András vagyok. Gyakorlatilag ma két témánk van, ugye a kormánypártok adventi naptárában az első két ablak nem túl sok jót tartogatott. Az emberiség számára azonban a mai nap egy fontos áttörést jelenthet, legalábbis abban a tekintetben, hogy ugye engedélyezték az első koronavírus vakcinát. Tulajdonképpen erről a két témáról fogunk beszélgetni ma este. Elsőként két vendégemmel, Böcskei Balázssal, az Ideai Intézet vezetőjével, fővárosi tanácsadóval és Kiszteli Zoltán politológussal. Jó estét kívánok! Jó estét! Kezdjük talán azzal, hogy Szájer József kilépette a Fideszből. Ugye 48 órával, hogy mi történt tényszerűen, azt persze tudom, de hogy 48 órával ezelőtt még arról beszélt, hogy ez egy botlás. A miniszterelnök ma azt mondta, hogy ilyen viselkedésnek nincs helye abban a pártcsaládban, ahova ők tartoznak. Tehát akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy Szájer kilépett, vagy kiléptették. Mit gondolnak? Szerintem ez a... Vagy nincs is jelentőség. Mind a kettő így van, szerintem mind a egyik felismeri, a másik meg felismerteti vele ezt a dolgot, hiszen nagyon hasonló a forgatókönyv, mint Borkai Zsolt esetében. Bár ott ugye Borkai Zsolt esetében megint más, hiszen egy választási szituáció előtt vagyunk két héttel, nincsen új jelölt, nem lehet új jelöltet állítani, és ott egy kicsit a politikai közösség bevédi ideig, óráig, sőt, még a választás követően is pár napig ugye Borkai Zsoltot. És a két ügynek a súlya is különböző. Az egyik esetben egy vezető Fidesz alapítóról van szó, akinek szerintem azért a politikai teljesítménye, hogyha egy értékkatalógus alapján nézünk, akkor azért finoman szóval is, de vitára sarkal, de kétség kívül jogelméleti vagy jogbölcseleti gondolkodása van. Ez ugye nem mutatja mondjuk Németh Szilárdról, tehát azért fideszes politikus és fideszes politikus között is mekkora különbség van, majd Borkai Zsoltról. Tehát itt a Fidesznek az identitás politikusa, amitől a Fidesz 90-től 2020-ig valami volt, az veszett el. És nem utolsó sorban az a zavar, ami keletkezett a kormányzati kommunikációban. Bocsánat, a választók előtt ez megjelenik, hogy Szájer identitáspolitikus? Szerintem igen, mert 30 éve látják a televízióban, és minden nagy Fidesz eseménynél, Fidesz nagy döntésnél, Fidesz nagy történetnél Szájer József ott van. Egyik azon politikusoknak, akiknek a felvételekben, archívban találunk. Jelenlegi államtitkárnak a nevét nem tudjuk, nem fogunk találni 30 év múlva a neveket, mert ugye az első vonal egyszer nem azt a szintet képviseli, mint adott esetben a Szájer József. Tehát az ő neve az jelent valamit az embereknek. Borkai Zsolt sokáig, mint olimpikon volt érdekes, Szájer József, mint politikus. És ami a legdöntőbb, hogy mindaz képviselte Szájer József politikai értelemben, ami a Fidesz. És ez a fajta következetesség, ez a fajta kiszámíthatóság, hogy mi a Fidesz, ez most ütést kapott az ő kiléptetésével. Zoli? Én elfogadom, amit a nyilatkozatokban olvasok, hogy ő kilépett, nyilván levonta a következtetéseket, érezte, hogy elfogyott körülötte a levegő, és hogy milyen kárt okozott ezzel a lépésével. Én nem érzek zavart a kommunikációban, bemondták a hírekben, jobboldali emberek is, kormánypárti emberek is foglalkoznak ezzel. Én magam is egy másik tévéműsorában ma erről fél órát beszélgettem más kollégákkal, tehát nem hiszem, hogy ez a szőnyeg alá ne seperve. Óriási kárt okozott, az vitathatatlan, mert elviszi a fókuszt arról a vitáról, ami fontos, ami igazából ez az uniós költségvetés a mentőcsomag körül van, és megint nem a lényegről beszélünk, hogy az eurozónán kívüli országokkal finanszíroztatták az eurozóna déli részét, hogy ezt egyszeri hitelfelvételnek mondják a mentőcsomagot, miközben a vezető nyugat-európai politikusok, a francia pénzügyminiszter, a német pénzügyminiszter, az Európai Központi Bank elnök asszonya is arról beszél, hogy nem egy egyszeri hitelfelvételről van szó, hanem egy folyamatos hitelfelvételről, és Soros György is bejelentkezett a héten, azt mondta, hogy az örök járadék kötvényeket, amiket ő már áprilisban felvetett, most a lengyel és a magyar vétó kikerülésére kéne bedobni. Ezek a fontos kérdések, és ezekről viszi el a fókuszt ez a botrány. Csak azért halkan jegyzem meg, hogy van egy világjárvány körülöttünk. Tehát, hogy azt mondod, hogy nem a lényegről beszélünk, mert helyette Soros Györgyről kéne beszélni, meg a brüsszeli vétóról. Könyörgöm, naponta dőlnek meg a halálozási adatok Magyarországon. Nem ez lenne a lényeg, és akkor ez most egy kicsit elviszi a fókuszt egyébként a Szájer ügyről, csak hát, hogy... Most ez a második, ez a műsorban még szóba kerül, láttam a bejátszásban, hogy az oltó anyagok rendelkezésre... Ja, és akkor ez most már rendben van, mert... Rendben, csak az a fény az alagút végén, hogyha lesz oltás, a világon mindenhol azt mondják, hogy ha lesz oltás, és elkezdődik a tömeges oltás, akkor onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy hogyan tudjuk kezelni a vírust. A magyar számok nem jobbak és nem rosszabbak, mint az osztrák számok. Hasonló intézkedéseket hoz a magyar kormány, mint a legtöbb nyugat-európai. Az ötödik legrosszabb Európában a magyar, hát az egy millió főre. Bízom benne, hogy volt jobb is, volt rosszabb is, a másik országok is, volt a horvát
például voltak országok, amelyek jobban teljesítettek, például Lengyelország az első hullámban jobban teljesített, most kevéssé, tehát ez változik, ez mindig hullámzik. Szerintem a magyar egészségügyben dolgozók a legjobb tudásuk szerint kezelik a helyzetet. Ez egészen biztos, hogy így van. Van-e akkor még szájerügy a szó politikai értelmében? Ugye azt mondtad, Balázs, hogy nagyon hasonló a borkai történethez. Nem pártag már. Tehát Szájer József nem visel közhivatalt, és most már nem is Fidesz tag. Én inkább arra fejeztem ki hangsúlyt, hogy ennyi különböző dolog van a borkai és a Szájer ügy között, és akkor egy gondolat erejéig a Zolit azért hadd reagáljak. Azt látom, hogy a Zoli miről szeretne beszélni, de ma ugye nem arról beszél a Google, és nem arról beszélnek a világon, mert kb. 200 000 kattintás és keresés fölött van a Szájer ügy, és azt látjuk, hogy a kormányzati nyilvánosság nem találja ezt a logikát, hiszen egyrésztről mindaz, amit normatíve érték, értékkatalógusával, alaptörvényileg, politikai közösség üzenetét tekintve gondol a kormányzópárt, annak egy nagyon az ellenkezője történt itt minden tekintetben ezzel az üggyel. Egy, kettő, titkos szolgálatok jelentek, mert megint már olvasok olyan publicisztikákat, vagy illetve olvasok az egy erős túlzás, inkább belenézegetek, amiben már a titkos szolgálati becsapdázásról beszélünk Szájer József esetében. A harmadik, amit a Zoli mondott, az a helyzet, hogy nem ezen a szinten zajlik a másik televízióban a vita, mint amit te mondasz, hogy a költségvetés kérdési kapcsán milyen politikai gazdaságtani problémák vannak, hanem migráns, soros, beengedés, büntetés. Tehát amit most csináltál, szerintem ez egy nagyon legitim volt, mert nagyon gyakran vádolják az a jobb oldalt, hogy egyszólamú. Itt most te egy kormánypárti diskurzus kritikát gyakoroltál, hiszen nem erről szól ma a mainstream jobb oldalnak a vitája a jogállamiság kapcsán Európai Unióban, és van szájerügy. Van szájerügy, mert a választóknak ez egy értelmezhető, hogy egy kormányzó párt, amely vagát, mond még egyszer, hogy értékkatalógusában fedhetetlennek tekinti, és következetesnek, annak a teljes ellenkezője történik. És ez rápakolódik a borkai ügyre, ez rápakolódik a kormányzati válságkezelés megítélésére, és az a kérdés, hogy a kormányzó párt köreiben hogyan reagálnak erre a repedésre. Mert hogyha ez nem repedés, hogy egy vezető politikus kilövi saját magát, és akkor vajon a holdudvarban, gazdasági világban hogyan látják azt, hogy van egy szájerügy, és van az, hogy a kormányzó pártnak a támogatottsága pariban van az ellenzék össztámogatottságával. Jó, hát ez izgalmas kérdés. Természetesen itt a lehetőség, mert azt lát, nem tudom, hogy ha az embert megdicséri Böcskei Balázs, az áldás vagy átok. Dicsérjen téged a Böcskei Balázs. Azt láttam, hogy Zoli forgatta a szemét. Nem, hát jó, bontsuk szét. Tehát jó, itt lehet a botrányról beszélni, nem beszélnék erről, mert nem azért, mert kellemetlen, hanem azért, mert akkor olyan terepre mennénk, ami a találgatások területe. Én a titkos szolgálati szálban nem hiszek, hogy egy ilyen mézcsapdát állítottak volna neki, mint oly sok politikusnak, Dominik Strauss-Kahnnak, másoknak. Hanem én arra gondolok, itt viszont amit kritizálnak... Miért nem hiszel benne? Tehát, hogy nem lehet abban ráció? Ugye úgy nyilván tele van az egész város összeesküvés elméletekkel. Van egy politikus, aki diplomataként az ő célországában, az állomáshelyén, bárókba, szexbárókba, melegbárókba jár. Arról valószínűleg a helyi titkos szolgálat tud. Most veszik elő, amikor Magyarország vétóz az uniós költségvetés ügyében. És most teszik elő, amikor önmagában már az szabálysértésnek minősül, hogy ugye a gyülekezési tilalom hatája alatt 25-en ott összegyűlnek. Én is szeretem James Bondot, megengedő vagyok, tehát én nem akarok... Ez hülyeség. Nem hülyeség, biztos van benne ráció. Én viszont ott gyakorolnék kritikát, mert ezt nem tudom őszintén szóval. Biztos, hogy mindent figyelnek, Mao elvtárs mondta, virágozzék ezer virág, majd mi eldöntjük, hogy mikor és melyiket vágjuk vissza. Lehet, hogy most vágták vissza ezt a virágot, ugye te ezt valószínűsíted. Viszont ott viszont nyugodtan kritizálhatjuk a belga hatóságot, hogy kiszivárogtatták, hogy egy lemondott EP képviselő is a letartóztatottak. És azt mondták, hogy voltak még más diplomaták is, de azoknak a nevét nem tudjuk. Hát most már tudjuk, hogy ész volt köztük. Igazából itt az, hogy kiszivárogtatták, hogy egy lemondott EP képviselő volt, és ilyenből tök pont egyértelmű. Csak egy volt. Igen. Ezzel szerintem pont, na itt vannak az összeesküvés elméletek. Röviden még, ha szabad egy-két szót mondani. Persze. Igazából itt, amit Balázs mondott, tehát a kormány az, ne, tehát a kormánypárti jobboldali értékek nem Szájer Józseftől függenek. Tehát nem egy embertől függ az, hogy a keresztény, a jobboldali szavazók többsége a családot egy férfi és egy nő és a gyerekek szeretett közösségének látja. Ettől még lehetnek más formák. Na de hát ezt ő írta le. De tehát miközben ült a vonaton és a laptopjába vagy a tabletjébe ezt írogatta, közben tudta, hogy én nem így élek. Jó, de ez nem tőle függ. Ezek az értékek a magyar társadalom többsége számára fontos értékek, a többség ezeket az értékeket támogatja. Attól függetlenül, hogy vannak gyarló esendő emberek, akik pont az ilyen magatartásukkal
ezeket az értékeket, képviselő közösségeket bajba hozzák, diszkreditálják, de ettől függetlenül, és itt van vitám Balázzsal, hogy ezek az értékek a magyar emberek többségére szerintem ezektől a botrányoktól elvonatkoztatva fontosak, és a többség ezeket osztja. Persze egy jobboldali politikus mindig a szexbotrányon bukik meg, a baloldali politikus meg mindig a finanszírozási, a korrupciós botrányon. Hiányolom ezt a fajta aggódást, ezt a fajta erkölcsi magasságot például a kispesti szocialisták ügyében, ahol fehér porral babráltak különböző fényképeken vagy videókon, és ott nem látom ezt a fajta aggódást, ezt a fajta teregetését. De azt sem látod, hogy bármilyen értelemben bevédené bárki általad ugye a porbaloldalt, akkor hívjuk ilyen most ilyen szóvirágszerűen azt a helyzetet. Senki nem gondolja azt, hogy az az ügy az védhető, és az sem, és hogyha már itt a pénzekről van szó, egy mai másik hír, ugye kiszállt egy minisztériumi dolgozóra az ügyészség, miszerint mezőgazdasági beruházások kapcsán ismételten csak felmerült, hogy itt problémák vannak. Na ezek a repedések, hogy vajon a következő időszakban megérzi-e a kormányzó párt vesztesei vagy éppenséggel a gazdaság érdekkörnek a szélén lévők, hogy ez a történet elkezdett gyengülni. Mert a Szájer József típusú politikusoknak a kiszállása és az, hogy mit jelent ez a bizonytalan szavazóknak, ahogy Törő Gábor szerintem jól fogalmazza meg most is, hogy azok, akik egyébként nem elkötelezettek különösebben a Fideszre, de oda szavaznának, akkor most egy nagyon kontrasztot kapnak arra vonatkozóan, hogy miért kellene nekik a kormányzó pártra szavazni, jönnek el majd a hangfelvételek a sértettek körében. Tehát amikor az MTVA-ból azért kijön az a felvétel, az nyilvánvalóan az ott ülők készítik azt a felvételt, és úgy gondolják, hogy eljött az idő, hogy leplezzük le ezt a rezsimet. Ez a kérdés, hogy ez mit indít el ez a dolog. Jó, igen, de ugye, hogyha ezt a logikát megfordítjuk, akkor ott van a kérdés, hogy hoz-e ez egyetlen egy szavazóval többet is az ellenzéknek? Hát másfél év múlva lesz a választás, addig mi nagyon sok minden fog történni. Én azt gondolom, hogy a járványkezelés minőségéről egy kicsit beszéltünk, illetve a járvány után a gazdaság teljesítménye fogja a többség szemében meghatározni, hogy a kormánynak milyen a teljesítménye, és a másik, hogy milyen alternatíva lesz. Hát látjuk, hogy az alternatíva, ami körvonalazódik, az Gyurcsány Ferencet és az érdekkörét jelenti. Tehát aki a cuki momentumra akar szavazni, ugyanúgy megkapja Gyurcsány Ferencet és a 2010 előtti bukott baloldalt, a megszorításokat, és hát igazából ez a verseny lesz, hogy melyik lesz vonzóbb, melyik alternatíva lesz vonzóbb. Az ellenzéki összefogás az egyenlő Gyurcsány Ferenccel? Hát úgy tűnik, hogy az ellenzék legerősebb pártja az a DK, és utána lemaradva következnek a többi pártok. Lehet ezeket összeadni, hozzá lehet számolni a marslakókat is, meg mindenkit. A Fidesz az a Mi Hazánkot mondjuk. A Fidesz az nem, az ugye ellenzéki párt, az nem kormánypárt. Ez új hír. Mi, hogy ellenzéki párt, hogy nincs a koalícióban? Hogy nincs koalícióban, nincs koalícióban, de azt hiszem, hogy de facto de jure állapotok vannak a politikában. Egy gondolat elég a közpolitikai teljesítményeknél, ha már a járványkezelésről van szó, hiszen lesz róla erről a fontos tárgyról későbbben szó, hogy a kormányzati és a budapesti járványkezelés, például csak nézzük meg akkor a idős otthonok kérdését. A budapesti idős otthonok esetében napra kész adatok vannak arra vonatkozólag, hogy és miként áll a járványügy, az idős otthonok belül. Iszonyatosan fontos adat. Ezek az adatok országosan nem állnak rendelkezésre. Ez a legfontosabb adatokat, szerintem sajnos fontos adat a halálozás, ki kell perelni pártoknak közérdeküként. Egyszerűen az adminisztráció ilyen értelemben nem működik, ami a közpolitikai tervezést teszi lehetővé. Mai napon bejelentik azt, illetve az éjjel, tegnap éjjel, majdnem éjjel, bejelentik, hogy az önkormányzatoknak a tehervállalás növelésének a lehetősége bizonyosabb, stabil, nem nyertes, vásárlóan nincsen nyertese, de erős gazdasági szereplők esetében, vállalkozások esetében nincs meg. Építmény és telekadóról beszélünk, ezek nem állampolgárokat terhelődők. Itt is benyúl a kormányzat. Tehát mi a kérdés? Hol van itt a lokális és a központi szintnek az együttműködése, mert minden ideális válságkezelés alapja lenne. Erre jön rá Szájer, erre jön rá Demeter ügy, és ezzel telik el a magyar kormányzati politikai tér. Persze ehhez képest nyilván másik televízióban, nem tudom, lehet, most nem is tudom, hogy milyen témáról van szó, mert ahhoz nézni kéne. Hát kéne nézni, igen, én is nézek mindenfajta csatornát, mindenfajta médiumot. Nagyon sokan, csak ezt a nézőknek is kell mondani, nagyon nagy különbségnek a nézettség és olvasottság tekintetében, főleg egy 2,5 milliós tábor esetében. Jó, hát nekünk ez a dolgunk, másoknak. Röviden tényleg csak, hogy ugye a Pesti út után elvárható, hogy a főváros kicsit összeszedje magát. Az operatív törzs, minden nap van sajtótájékoztató, az interneten is meg lehet nézni az adatokat. Nem hiszem, hogy aki érdeklődik ezek iránt, az ne tudná megtalálni azokat az adatokat, a halálozások számát, a lélegeztetőgépen. Hát ha megmutatod, hogy hol keressem az interneten, az esküszöm, akkor
legközelebb elnézést kérek, hogyha... Igen, a kórházakra lebontott halálozási adatokat én sem tudom, hogy az bárhol elérhető lenne. Nem, hát a nagy adatok elérhetőek. Most már ugye települési szinten, régiós szinten is elérhetőek, de az adatszolgáltatással is összefügg, tehát ez nem csak föntről, ez lentről is probléma. Uraim, nagyon szépen köszönöm. Én nagyon élveztem a disputájukat. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük.